Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a jó meleg nyárvégi szombat délutánon mindnyájukat, akik az Ars Sacra Fesztivál idejében itt a kettős ünnepet ünnepelni együtt az alkotókkal eljöttek, és Sajgó Szabolcs vagyok, a háznak a vezetője. Van olyan, aki először jár itt ebben a teremben? Egy páran vannak. Ez egy kápolna volt, és aztán lett a Színház és Filmművészeti Főiskolának a stúdiója ebben a teremben. Az egész épület együttes az a Marx Károly Közgazdasági Egyetemnek a használatában volt. Mikor visszakaptuk a 2000-es évek elején, akkor úgy döntöttünk, hogy már a többes szám első személye a magyar jezsuita provincia, én is egy jezsuita vagyok, úgy döntöttük, hogy nem a régi célra fogjuk használni, akkor a Mária kongregációknak a központi épülete, és abban a kápolna, az épület szíve volt ez a terem, tehát egy szakrális tér, hanem hogy elsősorban kiállítások, koncertek, különféle művészeti események, előadásoknak a céljára fogjuk ezt használni. Hát ez történik most is, és még hozzá nem is akármilyen módon. Aki itt volt, itt valaki szeptember 3-án, a megnyitón, ismerős arcok, köszönöm szépen a jelzést, akkor történt a 100 műalkotásnak a megnyitása, és a csatlakozó 100 vázlatnak a kihelyezése. És a komédia, tudjuk, hogy nagyon sokakat ihletett, és ihlet meg ma is. Ahogy Madarász Imre írja az előszavában, Boldog Dante című Tusnádi László kötethez, hogy egyfajta nagyon erős reneszánszát éljük Danténak, és hogy talán sosem volt ennyire a figyelem középpontjában kutatók, művészek, alkotók számára. Dante Alighieri, egy időtlen óriása az emberi kultúrának. És ahogyan kiosztottunk lapokat itt a bejáratnál, talán mindenki megkapta, fölvette, ott a ma esténknek a főszereplője, Horváth Márton Levente röviden összefoglalta az alkotásnak a hátterét, az alkotásnak a folyamatát, hát nagyon vázlatosan, majd reméljük az előadást követően kicsit bővebben is majd hallunk róla, és hogy néhány fontos információ is benne van, azért döntöttünk úgy, hogy az előadás, az ősbemutató, a koncert előtt kiosztjuk, hogy láthassák ezt a lapot, hiszen talán a befogadást segítő információkat találnak rajta. És annyit talán, hogy olyan kis Magyarországunknak egy tapasztalt lakója, Marci, hogyha szabad így szólítani őt, vagy említeni, hiszen Tapolcán született, és aztán Balassagyarmaton is, meg Pápán is tanulmányait végezte, és aztán hát itt Budapesten landolt. Könnyen el lehet érni az életrajzát az interneten, a Zeneakadémiának az egyházzenei szakán ugye tanít, és ott is bőségesen, alig tudtam másfél oldalra összesűríteni mindazt, ami a tanulmányairól, mesterkurzusairól, felvételekről, publikációkról, tagságokról, zeneszerzői tevékenységről, egyéb tevékenységről, bemutatókról, díjakról, kitüntetésekről szól. Szóval fiatal kora, nem mondom ellenére, hiszen azért persze nem túl gyakori, de hát egy nem csak ígéretes, hanem szép munkásságot felmutató alkotó, és tanár, ember, és édesapa, és férj, és egy hűséges gyermeke a Jóistennek. Hát ő Madaradante címmel, ugye elég beszédes a cím, nem mondom, hogy szájbarágos, hanem hogy tényleg azonnal tudjuk, miről van szó. Madarassy Istvánnak Dante illusztrációi ihlette a zenei zeneművet, ami most hangzik föl teljes terjedelmében először, bár a próbákon már itt volt ma reggel is szerencsénk belehallgatni, de ünnepélyesen először most hangzik föl, és ez egyben egy kicsit az orgonának is a fölavatása, mert már régóta esedékes volt, hogy mozduljunk ebben a fantasztikus akusztikus térben, orgona ügyben, és mostanra sikerült, úgyhogy nem akármilyen avatása van az orgonának is. Még annyit talán, hogy azt írja Márton, hogy célja nem az volt, hogy egyszerűen illusztrálja Dantét vagy Madarassy művész urat, távol áll tőlem, hogy bármelyiket illusztráljam zenémmel, célom, hogy három összetartozó, de önmagában is megálló zeneművet hozzak létre. Akkor ennyi bevezetés után, és az utolsó érdeklődők, amint helyet foglalnak, mindjárt kezdjük is a darabot. Egy rövid csenddel készüljünk magunkban, és amikor úgy érzi a művész úr, akkor elkezdi a játékát. Hogy érzed magad, kedves Márton? Ez mindig egy nagy megkönnyebbülés. Több hónapos feszültség távozott most. Úgyhogy... Hogyha nő lennél, lehet, hogy úgy kérdezném, hogy nehéz szülés volt? Kifejezetten. Már most nem is a mai koncert, hanem az alkotási időszaka. Mi okozta, mivel kellett küzdeni? Mivel birkoztál? Ezek őszinte szavak lesznek, főleg István felé. Alapvetően azzal kellett küzdeni, hogy egy külső megkeresés volt. Tehát az, hogy az embernek vannak gondolatai, ötletei, amit ki akar írni magából, de a feladatot mégis más adja, és konvertálnom kell a saját szándékaimat egy valamihez, amit nem belőlem eredt az ötlet. És azt hiszem, hogy ez extra energiákat igényelt, és főleg időt, amíg elhittem, hogy nekem jó, ha ezt én megcsinálom. Akkor hadd kérdezem azt, hogy Dantehez mi volt a viszonyod, mielőtt ez a kérés érkezett? Ez egy kínos válasz lesz, ez a majdnem semmi. Azt hiszem, ez a helyes kifejezés. Nagy szerencse, hogy elmesélhetem azt a történetet, hogy egy évvel ezelőtt, 11 hónappal ezelőtt ültünk itt Istvánnal. Volt egy kóruskoncert, mert hogy már tavaly volt az a bizonyos Dante év, amikor az ő jubileuma volt, és volt itt egy kóruskoncert, amire fiatal szerzőket kértek föl, hogy Dante szövegére komponáljanak, és nekem is elhangzott egy női karéművem. Akkor néztünk egymásra itt a koncert után Istvánnal, hogy itt lesz a bemutató, meg a teljes kiállítás ezen a helyszínen lesz. Úgyhogy bár ez egy kicsi morzsa, de legalább elmondhatom, hogy ennyi közön mindenképpen van Dantéhez, hogy írtam tavaly egy női kari darabot, és ott bizony akkor kicsit utána kellett olvasni, meg kiválasztani a szöveget. Igen, ez a vasék voltak itt ugye a 750. születésnapja alkalmából Danténak, hogy világszerte végig söpört az ünnep, és itt nálunk is lecsapódott. Akkor, ahogy mondtad, hogy nem tett benned túl sok kárt korábban Dante Alighieri, és most ennek a kérésnek a hatására hogy alakult vele a kapcsolatod? Szóval alapvetően azt szerettem volna elhinni, hogy ezt a darabot ugye én akarom megírni, és hát ugye az alapvető kérdés az, azon túl, hogy most férfiasan bevallom, hogy a darabot vagy az isteni színjátékot még mindig csak rövid részleteiben olvastam, illetve inkább csak utána olvastam tanulmányokból, mert ez egyszerűbbnek látszott. Minden esetre a fő kérdéssel meg kellett küzdeni, hogy mi a viszonyom a pokollal, hogy képzelem el, mi a viszonyom a purgatóriummal, és mi a viszonyom a mennyországgal. Tehát Dante és István adják nekem ezeket a feladványokat, és ezeken elmélkedtem fél éveket. Akkor a következő, hogy azért, ha oda megy hozzád valaki, és azt mondja, hogy na, írjál erről egy zenét, nem biztos, hogy azonnal ráállsz. Mi volt az, hogy István kérésére igent mondtál, és neki láttál ennek a keserves feladatnak, ami aztán nagyon gyönyörű, ugye, ami jó, az általában nehéz. Ugye addigra István ugyan még nem készült el az egésszel, de már megvolt a két, a pokol és a purgatórium, és az ugye lenyűgöző volt már, akkor is nagyon nagy benyomást tett rám. Tulajdonképpen hát mindenképpen egy nagy megtiszteltetés volt, hogy egy ilyen mester, akinek már a hátam mögött van ennek a műnek a kétharmada, most azt kéri, hogy csatlakozzak egy kicsit társszerzőként. Mielőtt én ezt az egész krízist végig gondoltam volna, először mondtam igent, aztán meg megpróbáltam végig gondolni, hogy most mire is mondtam igent. Tulajdonképpen az alkotói folyamat volt az, ami kicsit közelebb hozott Istvánhoz, vagy már előtte is volt kapcsolatot? Minimális kapcsolatunk volt előtte, de hát nagyon, nem tudom jól fogalmazni, de nagyon nem nehéz vele jóba lenni. Persze, ahogy fölkért, onnantól a kapcsolattartás az rendszeresebb lett, rendszeresen találkoztunk, nagyon jókat beszélgettünk, tehát ő is mindent megtett azért, hogy tényleg ez az ügy egy közös ügy maradjon. Így sokkal több értelmet nyer ez a kis kiosztott papíron olvasható valomás, hogy távol áll tőled, hogy most bármelyiket illusztráljad, akár Dante Alighieri-t, akár pedig a csak igazából augusztusban befejeződött Mennyország vagy Paradicsom képeit, illetve hát az előző kettőt, hanem hogy önmagában is megálló zeneművet hoztál létre. Írod, hogy a pokolnál a 21. századi érzéseket akartad behozni, és ebből van egy hosszú felsorolásod. Aztán, hogy a purgatóriumnál a vezeklés, engesztelés szüntelen litániájának a hangjait hozott be, és hogy a legnagyobb küzdelem a paradicsom volt. Hát hiszen arról tudunk a legkevesebbet, ez az egyik kérdés, hogy nem tudunk róla semmit. A másik, amit hadd meséljek el, ami kifejezetten ilyen szakmai dolog, hogy amíg egy vizuális művészetben teljesen természetes, hogy tegyünk föl, ott van egy 3-as oltár, általában persze ott is a középső a nagyobb kép, de a két szélső az kisebb, de egy vizuális művészetben nem okoz problémát az, hogy 3 egyforma méretű kép van egymás mellett. Ember megnézi az egyiket, tovább sétál, azt is megnézi. Amikor egy időbeli művészetről van szó, aminek dramaturgiája van, szükségszerűen az események felgyorsulnak, és hát azt vettem észre, hogy tehát voltak ilyen elképzeléseim, hogy esetleg lesz 9 tétel, minden helyszín kap egy lassú tételt és 2 gyorsat, mondjuk volt ez mondjuk egy évvel ezelőtt, hogy ezt gondoltam, és az ember rájön, hogy ez nem így működik. Amikor már a Mennyországnál járunk, már nem állhatunk meg lassú tételezni, mert a darab közben fél órája megy, és lassan be kéne fejezni. Tehát, hogy ez egy... Alapvetően ez egy nagy kérdés volt, amikor végig kellett gondolni azt, hogy miért nehéz a Mennyországot. És tehát itt jött az az ötlet, hogy a Mennyország nem lehet feszültség nélkül való, hiszen ahogy egy regényt olvasunk, egy könyvet, ha olvasunk, a vége fele nem lehet. Tehát nagyon kevés olyan regény van, valószínűleg nincs olyan regény, amelyik a történet 2/3-ánál megoldódik. És utána nézzük, hogy most akkor már jó vannak. Úgyhogy szükségszerűen ezt valahogy zenében meg kellett oldani, ezt a dramaturgiát, hogy azt érezzük, hogy még van mire várnunk a darab végéig. Ezzel az oldalával az alkotói folyamatnak kapcsolatban hadd reflektáljak, hogy én nem gondolom, hogy a paradicsom ismeretlenebb, mint a valódi paradicsom, mint a valódi pokol vagy a valódi purgatórium. Azt gondolom, hogy mindhármat egyaránt megéljük a Földön, csak esetleg nem ismerünk rá, hogy még talán azt is merem állítani, hogy a paradicsomról több tapasztalatunk van, mint a pokolról és a purgatóriumról, hogy az alliteráló felsorolást használjam. És ez azért, mert ahogy Dante, és azt gondolom, hogy ez a hiteles Dante szemlélet, itt a szünetben szóba került az, hogy hát Dante pogánysága ez az, amaz, de hát tudjuk, hogy Dante mélységesen élte, megélte, átélte, tudta szívében, agyában is a krisztusi üzenetet, és pontosan ezért is ugye Nádasdy Ádám a új fordításának a borítójára olyan idézetet választott, amiben ugye majd 28-án lesz, itt is beszélgetünk vele a fordításról, amiben Dante mint egy keserű ember jelenik meg, és biztos, hogy sok keserűség, és volt alapja is a keserűségének, de gyakorlatilag, amit már a bevezetőben emlegettem, a Tusnádi László elégelt meg, hogy hiszen a pozitív hordozza a negatívot. A pozitív sokkal erősebb, hiszen ha gyengébb lenne, vagy azonos, kioltanák egymást. És a teológiailag, vagy Jézus üzenete szerint pedig, hogy Krisztusnak a szeretete az, ami betör a sötétségbe, sebzettségünkbe, végességünkbe. és ahogy Dantének az egész, ugye a 100. ének, ahogy záródik, hogy az egész univerzumot és mindeneket a szeretet mozgat. Tehát egy nagyon mély, pozitív, paradicsomi élménye van, és azt gondolom, hogy ez tulajdonképpen szembesít vele, hogy mennyire tudatosítom én is a mindennapjaimban, hogy tulajdonképpen, ha nem görcsölök rá a sebeimre, mások hülyeségeire, bántásokra, szárnyaszeget vágyaimra és a többire, akkor valahogy a mélyből csak ez az isteni irgalom jelenik meg. Na most beszélgetés van, nem akarok itten előadni, bár belecsúsztam ebbe. Térjünk vissza a darabra. És akkor a darab zenei üzenetére egy kicsit. Hogy hogyan építkeztél, több mindent használtál. Már ebben a kis bevezetőben említett, hogy például a paradicsommal kapcsolatban nem hangerőfokozás és a többi gregórián imádságdallamok beemelése. Egy kicsit, ha erről beszélnél. Fölmerült az írás során, hogy hogy tudom ezt a rögeszmét, ami Danténál lépten nyomon ott van, minden három kell, hogy legyen, mert akkor lesz meg ez az örök hármasság kicsiben és nagyban, így lesz 99 plusz 1. Mindegy, de hogy ez a hármasság annyira erőteljes Danténál, nagyon sokat gondolkodtam, hogy ezt hogy tudom zenébe ültetni. Végül is én is megpróbáltam a magam kis hármas periódusaimat kialakítani. Van például egy ritmusképlet, ami tulajdonképpen ezt a háromsoros verszakot akarja jelképezni Danténál. Ez nincsen szigorúan végigvívva a darabon, de vannak tendenciák, és van három sarkalatos pontja a darabnak, amikor ilyen korálszerűen, himnikus módon ez megjelenik, rögtön a darab legeleje, aztán a purgatórium közepén volt egy ilyen elmélkedő akkordikus rész, és a végén a nagy tetőpont, amikor a nagy akkordok jöttek. Illetve hát ott két fontos dallam is megszólal egymás alatt és fölött, amiről mindjárt beszélek. Ez volt az egyik, tehát az irodalmi része ez. Dante sokat emlegeti, hogy mi a háttérzene a cselekményben, tehát ott oda vannak írva énekszövegek, hogy most épp azt éneklik, hogy Hozsanna a magasságban, most épp azt éneklik, hogy Zúga Te Deum, meg a Salve Regina. A Salve Regina és meg a Te Deum is egy nagyon kedves dallam számomra, a gregorián dallamok, és nem akartam én ezt erőltetni, tehát nem akartam gregorián dallamokat feldolgozni, mégis volt helyük nekik. Tehát, hogy néha azt éreztem, hogy még pont oda tudok úgy férni észrevétlenül, hogy kiegészíti azt, amit már odaírtam, és nem szájbarágos, hanem egy kicsit hozzáad. És ilyen apró motivumokkal, ilyen foszlányokkal dolgoztam, első néhány hangjai a Salve Reginának, illetve a Te Deumnak. Ezek először a purgatóriumban jelennek meg. És akkor egy idő után rájöttem, hogy ezzel érdemes játszani, hogy mindig egy kicsit több legyen belőlük, hogy aztán amikor a végső nagy teljes orgonán megszólal ez a úgymond tetőpont, akkor a pedálban a Te Deum szól, eléggé kilapítva persze, nagyon hosszú hangokon, és fönt az akkordokban pedig a Salve Regina. Még, bocsánat, eszembe jut, hogy esetleg még egy érdekesség. Közben nagyon sokat beszélgettünk ismerőseimmel angyalokról a nyáron, és voltak különböző ilyen szárnysuhogásszerű motivumok mind a három tételben, amelyek aztán végül is úgy beazonosítottam őket, hogy melyik kinek feleltethető meg. A két tritónuszból álló, kicsit ilyen ördögi dallam a pokolban, ami rendszeresen visszatér, az Lucifert jelképezi, ki szintén egy angyal. Aztán van egy motívum a purgatóriumon, ami rendszeresen ott kavarog, ezt Gábrielének rendeltem, hiszen Gábriel az örömhírt hozza, és általában ami örömhír, az valami jó dolog, ami még nincs ott, tehát ez pont aktuális lehet a purgatóriumra. És a Mennyországra pedig Szent Mihályt tartogattam, a mennyei seregek vezérét, és hát azt hallották, hogy egy kicsit a Mennyország közepe elkomorul, és hát ezt úgy magamban úgy magyaráztam meg magamnak, hogy hát most Szent Mihály dolgozik, mert ő a sátán elleni küzdelem vezér alakja, és most egy kicsit munkában van. Köszönjük szépen. Még Van egy másik ilyen, ha látja valaki a kottát, akkor lát rajta a latin idézeteket. Úgy magadnak ilyen alcímeket is adtál. Mik is ezek, és miért? Ahogy azt a papíron is leírtam, tehát a három nagy résznek a Mi atyánkból választottam alcímet. Leginkább azért, mert idegesített a gondolat, hogyha egyszer szívesen eljátszanám az első részt, és kérdezik, egy templomokban szoktam koncertezni, kérdezik, hogy mit játszanak, kedves szerző, és azt mondom, hát a poklot, ez egy lehetetlen dolog, tehát hogy nem lehet ennek valami jobb címet adni, és akkor így jött az ötlet, hogyha annak találunk valami megfeleltethető idézetet, akkor találjunk a többinek is, és van egy nagyon kézenfekvő imádság, a Mi atyánk, amiben nagyon jó idézetet lehetett találni, a ne vigy minket kísértésbe, illetve bocsánat, még csak nem is azt, hanem szabadíts meg a gonosztól, az igazi kemény mondat, purgatóriumra. Ott van a papíron, talán nem is kell idéznem, tehát hogy mind a három tételnek megtaláltam a megfelelő idézetét a Mi atyánkból, és így jött az ötlet, hogy a végén, ahova már korábban elgondoltam, hogy egy gregorián dallamot szeretnék, vagy valamilyen gregoriánra emlékeztető, elmosódó dallamokat szerettem volna a végére írni. Mikor megjöttek az alcímek néhány hete, akkor ugrott be, hogy hát a Mi atyánk dallama lesz a legkézenfekvőbb a darab zárásának. Köszönöm szépen, egy kicsit akkor hagylak most pihenni, és akkor Istvánt faggassuk, ha odaadod a mikrofont neki. Mi indított rá, hogy éppen Mártont kérjed meg a zeneműre? Legelsősorban köszönöm, hogy vállalta ezt a nem könnyű feladatot, másodszorban, hogy elkészült és megírta. Úgy érzem, hogy mindkettőnknek, elsősorban Jóistennek kell köszönetet mondani, hogy ez megvalósulhatott így. Én délelőtt hallottam először, részleteket hallottam belőle máskor is, de bizony, amikor a tetőpontjára ér a zene, ahogy ezt talán mások is néha érzik, amikor valami jónak a érzése fut végig az emberem, egy ilyen borzongás, pozitív borzongás. Sokszor volt ilyenben részem, és most délelőtt ez megint ért, és most a mű teljes eljátszásánál úgy szintén. Még egyszer köszönöm neked, hogy megírtad. Örülök, hogy ennek a felkérésnek eleget tudtál így tenni, ahogy ez most itt elhangzott. Mondom, egy nagyon jó érzés kerekedett ki. És hogy a kérdésedre válaszoljak. Én Marcit a diplomája előttől ismerem, és azóta eltelt idő képességei és a produktumai, munkái késztettek arra, hogy meg Dante késztetett arra, hogy felkérjem őt erre a nem mindennapi feladatra. Ahogy én múltkor elmondtam, és joggal föltehették a kérdést, vagy fölteheti a kérdést a néző, hogy miért pont Dantéval foglalkozom, most nem fogom hosszan megválaszolni, csak annyit, hogy ennek hosszú előzményei voltak 1994-től kezdve. A második felvonás 2010-től, és azért idéztem ide az időpontokat, mert a 2010-es felkérés Firenzéből, a Dante Múzeumból egy komplex gondolkodásra késztetett, és pedig mondjuk a mű első olvasata után, hogy mi volna akkor, hogyha ez egy olyan komplex mű lehetne a képekkel együtt, társművészettel együtt, és mivel én kisgyerekkoromtól kezdve a zenét nagyon szerettem, hogy lehetne ezt zenével párosítani, és a zenét is mellé idézni, mellé szerezni. Így jött az ötlet, hogy Marcit megkérjem arra, hogy felkérjem arra, hogy próbáljon meg ezzel foglalkozni. Köszönjük szépen. Vannak-e neked kérdéseid Marcihoz? Vagy most hagyjalak ezzel békén? Jó a kérdés. De úgy érzem, hogy egy kerek egészet alkotott. Sok-sok beszélgetés, ahogy már kezdetben mondta, az mindenféleképpen úgy érzem, hogy a mű kiteljesítéséhez hozzájárult. Segített abban, hogy jobban mondva megerősített engem abban, hogy ezt párosítani kell zenével. És egy olyan mű születhet, most hadd tegyem azt hozzá, hogy Liszt után szabadon, ő ugyan megírta a Pokolt purgatóriumot, a paradicsomot nem így tételesen, mint ahogy az első két tételt. Írt helyette a Magnifikátot. De a Magnifikátban benne van, igen. Ez egy olyan szép mű, amit nem lehet überelni, nem lehet fokozni, de mást lehet írni. És azért gondoltam orgonára, mert az ő instrumentje, az instrumenteknek a királya vagy királynője, most nem tudom pontosan, talán Rakos Miklós barátom jobban tudná idézni, hogy hívják, de Marci, te is tudod. Tehát egy olyan instrument, ami totális, ehhez való, kiteljesített zenét tud a mű mellé faragni. Úgy érzem, ez halba a művet sikerült. Köszönjük szépen. Közben esetleg gyűlte benned valami, amit megosztanál? Igen. Úgy illik, hogy ne csak négy szem közt mondjam ezt Istvánnak, illetve Szabolcs atyának. Mindig borzasztó hálás az ember, hogy egy új zenének életet adhat, és hát ez nem jöhetett volna létre, hogyha István nincs, aki erre felkér, és nagyon, minden küzdelem ellenére, hát nagyon boldog vagyok most, hogy itt vagyunk, és köszönöm neked, hogy számítottál rám, hogy kitartottál, nézte, hogy ez hogy lesz ebből darab. Mindig kérdezte, hogy hol tartok, és azért bízott benne, hogy egyszer csak ki fog az jönni. Illetve Szabolcs atyának is szeretném megköszönni, hogy rendkívül készséges volt velünk. Idejöttünk ezzel az ötlettel hozzá, és nem azt mondta, hogy nincsen nekünk orgonánk, meg mondhatott volna sok mindent, menjetek máshova. Nem azt mondta, hanem szerzünk, lesz, úgy lesz, ahogy szeretnétek. Szerintem ez egy nagyon jó ötlet. Ma Magyarországon van olyan, hogy valahol nincs orgona, de tetszik valakinek az ügy, és azt mondja, hogy lesz. Úgyhogy ezért nagyon hálás vagyok. Ez egy óriási dolog, hogy itt lehetünk, és boldog vagyok, hogy ezt a lényegében a kedvemért beszerezték ezt a nagyszerű hangszert, és reméljük, hogy még sokan és sok mindenre fogják használni. Hát akkor ez egy alkalmas pillanat megemlíteni, ugye, hogy Nagyon sokan vannak, akik örömmel segítik a jó ügyeket, és hát ezt nyilván én szegény szerzetes vagyok, úgyhogy abból nem tellett, viszont másokat fölbíztatni, és adományok és segélyek révén sok mindent meg lehet valósítani, hogyha az tényleg egy jó ügy van, akkor az embereknek a szíve sokkal, akkor látszik, hogy mennyire nyitottá válik, ugye most a tezéi közösségnek a vezetője lesz itt majd 25-én hamarosan egy nagy beszélgetés következő vasárnap, és ők ugye a bizalom zarándok útját járják szerte az egész nagyvilágban, hogy bíznak a másik ember jóságában. Ugye ezt 25 éve apró pénzre váltjuk ugyanezt a szemléletmódot a Szent János Bogárt életében, táborokban, ez egy gyermek és ifjúság, és most már felnőtt és családos ilyen mozgalom, országos mozgalom, ahol arra építünk, hogy ha van egy jó dolog, és ezt sikerül fölmutatni, akkor vannak, akik mellé állnak, és azt meg lehet valósítani. Úgyhogy persze arra is egy alkalom, hogy a kijáratnál, hogy említsem, van egy doboz, tehát ha valaki adományokkal akarja segíteni, különben hát ingyenes rendezvényeinknek, hogy ez mehessen, hogy akkor azt nyugodtan tegye meg. Most, hogy ugye ne csak így beszélgessünk, hanem esetleg a jelenlévők között, akiket részben a szülői, vagy testvéri, vagy baráti kapcsolat hozott el, de részben a kultúra és ennek az egész eseménynek a híre fogta meg, és az igen gazdag választékkal rendelkező Budapestnek ebbre a rendezvényére jött, ugye, hiszen nagyon sok párhuzamos, nagyszerű esemény van most este is, délután is, és hogy eljöttek. Van-e önöknek kérdése valakinek, esetleg Mártonhoz? Kíváncsi-e valaki valamire, amit úgy, hát nyilván, amit úgy gondolja, hogy most meg lehetne kérdezni? Vagy Istvánhoz. Egy kis bátorság. Már úgy látom, mozog egy-két emberben valami, csak de hát ha nem, akkor térjünk vissza. Egy pár szót, hogy emberileg is az alkotáshoz közelebb kerüljünk. Édesanyád, édesapád, két testvéred, három testvéred, egy van itt köztük, ugye, közülük, hogy van egy pár dolgot mesélnél az életedben arról, hogy ki az, akitől kaptál úgy az úti batyuba maradandó elemózsiát, ami nem fogy el, amiből táplálkozhatsz. Ezek annyira személyes kérdések, hogy nem is érzem megfelelőnek a pillanatot, hogy kifejtsem. De hadd meséljem el, mert az kapcsolódik a darabhoz, hogy feleségemmel rengeteget beszélgettünk, miközben ez a darab készült, és ő rengeteg nagyon okos dolgot mondott közben. Például rengeteget beszéltünk arról, hogy milyen lehet a tisztító tűz, mert ő mondta nekem, hogy felejtsd el, hogy itt forró piszkavassal piszkálják az embert, hogy ma kiégesse a bűnt az emberből. Hát Mennyországban nem lehet kínzáson keresztül érkezni, ez teljes tévedés. Mert egy ugye volt nekem van két orgona darabom, amit ilyen vészforgatókönyvnek azért talomba tartottam, hogyha úgy adódik, akkor az egyik egy ilyen kicsit továbbfejlesztve lehet belőle pokol, a másikból meg tisztítótűz. És ennek kapcsán úgy beszélgettünk arról, hogy milyen lehet, és nyilván én mondtam, hogy hát valamit, ugye tűz, meg ez az átalakulás, a szenvedő ember, ahogy a vezekléssel eljut. És akkor fölvilágosított, hogy kérem szépen, itt egyetlen egy kulcsszó van, hát ez a szeretet, és a szeretet az nem éget, vagy nem így éget, és hogy ezt az egész mentalitást, ezt a kicsit középkori mentalitást érdemes elfelejteni, akár mit ír Dante a tisztító tűznek a nehézségeiről, mert azt gondolta Móni, hogy nem lehet olyan rossz hely az a tisztító tűz, hogyha egyszer onnan megyünk a Mennyországba. Így zeneileg, akiktől sokat kaptál, az talán nem annyira intim szféra, hogy a zenében, akik inspirálnak, és akik úgy visznek előre a magad útján. De élő személyekre gondolsz, vagy egyáltalán arra, hogy a zenei világon miből alakul? Is. Egyáltalán az orgona darab írás, ez egy érdekes sziget a alkotásaim között, mert orgonista vagyok, és kicsit van egy távolságtartásom, mert nagyon félek, mert amíg egy kamarában, vagy a zenekarban, vagy kórusművekben úgy érzem, hogy könnyebben megtalálom, hogy mi az én hangom az adott formációra, addig az orgonánál sokkal nagyobb a veszély, hogy visszaköszönnek a tapasztalatok. Túl sokat játszom orgonazenét, és túl jól ismerem, főleg a 20. század orgonazenét, és nem epigon szeretnék lenni, és ez a mai napig egy kérdés, hogy mennyire tudom megtalálni. De ha már itt tartunk, nagyon szívesen említek olyan orgonaszerzőket, akik nagy hatással voltak rám, és akiket persze próbál aztán az ember elkerülni, hogy annyira azért ne legyél kedvenc, hogy ugyanolyat írjak, mint te. Az egyik az Jehan Alain, a 29 évesen elhunyt francia orgonista, illetve aki nála sokkal nagyobb név lett, az Olivier Messiaen, akitől rengeteget tanultam. De említhetjük Lisztet. Az, hogy egyáltalán az ember félórás darabot ír, akkor csak kell előzményeket vizsgálni. És erre a legjobb alapanyag Liszt volt. És az, hogy minél kevesebből, minél többet. Az a fajta tematikus gondolkodás, amit ő követ, és egyébként aminek nyilván elődei Beethovenék. És őnála ez nagyon fontos vonulat, hogy a soktételesség és az egytételesség elegyét létrehozza. Fél órás darab legyen, de fölismerhetőek legyenek a különböző szakaszok. Önállóan is, de egymáshoz tartozóan. Ez olyasmi volt, amit a korábbi szerzők ennyire nem tudtak tökélyre vinni. Nekem ő egy óriási példakép. Ennél a darabnál különösen. Szépen. István, neked esetleg, igen? Nekem lenne egy kérdésem. Előbb említetted ezt a két francia orgonaművészt, szerzőt. Az egyik franciaországi párizsi tartózkodásom alatt a Notre Dame-ba ültem, és hosszú városnézés elaltatott a templomba. Orgona játékra ébredtem föl. Egy különleges alkalom, különleges nap volt. Gyönyörű volt az a játék, ami ott elhangzott. Ez egy nagyon személyes ottlét alkalmával volt ez. De most itt említetted a francia zeneszerzőket, és most részben ez, és a párizsi ottlétem indukálja belőlem azt a kérdést, hogy miért többségében francia az a orgonista zeneszerző, akiket ma ismerünk? Miért pont Franciaország? Holott a németeknél ott van Bach, Handel, a hazájuk Németország végül is, onnan is kerülhetnek ki, vagy kerülhettek volna ki még ismertebbek. Erre ilyen spontán okos választ nem biztos, hogy tudok mondani, de biztos, hogy a franciák sokkal egészségesebben, már nem akarom a németeket bántani, de sokkal egészségesebben tudnak viszonyulni a múltjukhoz, és nem nincsenek túlszárgyalandó óriásaik. Tehát nem, hátra néznek a németek, és mind ott látja maga mögött Bachot. Micsoda reménytelen küzdelem ez. Ott látják Mozartot, Beethovent. Szegény Schönberg, ő azt mondta 1920-ban, hogy a új rendszerem újabb 50 évre biztosítja a német zene hegemóniáját. Ehhez képest 10 év múlva már elüldözték, mint zsidót. És aztán mi lett ebből a hegemóniából? Semmi. Tehát, hogy egy nagyon nehéz viszonyuk van a történelmükkel, és szerintem ez a zenei vonatkozásai is megvannak. A franciák viszont hátranéznek és azt mondják, hogy ahogy nézzünk egy régi francia templomot, megdöbbentő az, hogy egyik tornya román, a másik tornya gótikus, nem kell lerombolni a másikat ahhoz, hogy már építsük, mint hozzátesszük a magunkét. Tehát ők teszik a dolgukat, és születnek különböző nagyszerű újítások. Úgyhogy nem akarok nagyon okoskodni, mert ez azt hiszem, hogy nem átgondol teljesen, amit erről a témáról most így mondani tudok. Hirtelen ez jutott az eszembe. Mielőtt megválaszoltad volna a kérdést, bennem is fölötlött bennem az, hogy Franciaország tele van románkori és gotikus gyönyörű templomokkal, egyik szebb, mint a másik, és megmaradtak mind a mának, a jövőnek. Tehát indukálhatódik ez abból is, hogy a sok szép templomba sok jó orgonát kell építeni, és a sok jó orgona mellé orgonista is kell, akkor adódik a hely, a lehetőség, hogy ezzel éljenek. Erre még mondani kell valamit? Ja, köszönjük szépen, hogy a játék után vallottál egy kicsit a háttérről, illetve beszélgethettünk. Köszönjük, hogy jöttél, egy nagy tapsal legalább. És még köszönjük a lehetőséget, hogy a Párbeszéd Háza adta a helyet, adta a falakat, adta a szellemet, és azt a szeretetet, amivel körbevettetek és körbeveztek. Nagy örömmel. Akkor most hadd mondjak még egy-két dolgot, foglaljatok nyugodtan helyet. Tehát a kiállítással kapcsolatosan a fő esemény ez a ma esti ősbemutató volt, koncert, és ezen túl nagyon sok esemény van még, hogyha a lapot kézbe veszik, ami a bejáratnál van, vagy hogyha fölveszik az Ars Sacra Fesztiválnak a füzetét, abban is benne vannak a Párbeszéd Háza eseményei, és a honlapunkon szintén. Érdemes a honlapot is, aki teheti, megnézni, mert néhány változás is volt, bővülés. Ami a sárga lapon nincsen, az egy szeptember 29-i éppen Liszt Ferencnek a Dante szimfóniáját fogja majd előadni, két zongorán, Ránki Dezső és Kukon Edit. Tehát ez lesz 29-én, és aztán folytatódik majd még október 1-én egy tudományos konferencia, dantisztikai konferencia lesz. Október 5-én Kaposi Márton mutatja be, ez mondjuk nem a kiállításhoz, hanem Dantéhoz kapcsolódóan a Vita Nuovának egy érdekes fordítását, amit az első világháború alatt magyar testvérünk olasz hadifogolyként követett el, és nem jelent meg 100 évig majdnem, mert mikor hazajött a hadifogságból, akkor éppen ugyanaz a Vita Nuova, az új élet megjelent egy budapesti egyetemi tanár fordításában, és aztán Kaposi Márton vette elő, porolta le, és gondolta, hogy helye van a kiadványok között, nehogy elvesszen kéziratként. Ő fogja bemutatni majd ezt a könyvet 5-én, októberben már, és a kiállítás 7-éig látható. De hogy akkor közel jöjjünk, a mai alkalom után ami a kiállításhoz kapcsolódik, az majd kedden este Baranyi Ferenc költő és Madarász Imre irodalomtörténész beszélgetése lesz Dante fordítás nehézségeiről. Szerdán a következő napon az emlegetett Tusnádi László könyvének a bemutatója Boldog Dantéről. Aztán csütörtökön este lesz majd a Ó, boldog a Magyarország, csak ne hagyja magát félrevezetni már a budapesti Dante kódexnek a bemutatása és azzal kapcsolatosan sok érdekes kérdésnek a megvitatása, megválaszolása Prokop Máriának a vezetésével. Itt a kis lapunkon 18 óra van, de valójában 19 órakor kezdődik. Az Ars Sacra füzetében helyesen van az óra is, és hát azért érdemes megnézni honlapot is, ahol hát a legfrissebb és a legpontosabb információink vannak. Aztán a kiállításhoz kapcsolódóan lesz még Kati Horváth Lajos és Szakcsi Lakatos Bélának a kiállítás alkotásai által ihletett improvizációs estje. 27-én kedden, 28-án, akkor Nádasdy Ádám lesz a vendégünk az új Divina Commedia fordításával, kerekasztal beszélgetésen. Ott lesz majd Mátyus Norbert, aki a kötetnek a szaklektora volt, moderátora, Várkonyi Borbála lesz az estnek. És aztán 30-án, az meg már, bocsánat, ez nem kiállításhoz kapcsolódik. Ezeken kívül is vannak események, és aki ugye egy sajnálatosan nagyon egybeesik, de úgy szerveztük, hogy mégse üsse egymást. 22-én, 21-én szerdán, amikor lesz majd a Boldog Dante kötet bemutató 6 órától, aznap este egy nagyon érdekes, szép, nagyszerű film lesz Arvo Pärtnek, a zeneszerzőnek és Robert Wilsonnak rendezésében, Ádám passiója. Az 19:30-kor, tehát úgy igyekszünk majd befejezni az előző eseményt, hogy aki azt is, ezt az ÉSZT intézet szervezésében az Ars Sacra Fesztivál keretében történő vetítésen is részt akar venni, meg tudja tenni. Köszönöm akkor a figyelmüket. Ha valakinek nem járna interneten a hírlevelünk, akkor ha megadja a nevét, e-mail címét, akkor fogja kapni. Ahhoz Tamás, azt hiszem van egy papír, vagy föl lehet írni, tehát ott a kijáratnál majd jelezze Tamás, Ilyes Tamásnak, és akkor kezdve majd kapja a hírt. Köszönöm szépen, és a kijáratnál, tehát ott van egy ilyen furcsa doboz, úgyhogy azt a figyelmüket. Szép estét mindenkinek!